Esőkerte kialakítását vizsgálják a Pécsi Egyetemen, ezekben a medencékben. Erről számoltunk be nemrég. A csapadékvíz megtartását és hasznosítását, illetve a villámárvizek pusztításának megfékezését remélik ezektől a kutatók. Az ilyen megoldások is beletartoznak abba a zöld elgondolásba, aminek része Pécs, mondja az önkormányzati szakbizottság elnöke. Ilyeneket feltétlenül csinálnunk kell. Én most konkrétan ugye gyakran járok Brüsszelbe, Brüsszel legbelsőbb részeiben alakítanak már ki ilyeneket, de azt is hozzá kell tenni, hogy egyfajta szemléletbeli változás is kell, ugyanis ezek körül egy jellegzetes növényzet is kialakul, amit ugyebár az avatatlan városlakó elvadult, elhanyagolt, mocsaras, stb. Területnek nézhet. Tehát hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a zöld területeket nem úgy fogjuk kezelni, mint eddig. De ez nem azt jelenti, hogy ellazsáljuk mondjuk a fűnyírást vagy egyebeket. Ez nem azért van, hanem azért van, mert hagyjuk őket természetes állapotban fejlődni. Saját fenntarthatósági programot dolgoztak ki az önkormányzaton, ami több részből áll, mondja Kóbor József. Ennek most a kulcs szerepe a kibocsátás csökkentés, ami jelen esetben, a mi esetünkben döntően energiahatékonysági, épületenergetikai hatékonysági programok tovább folytatását jelenti, olyanokat, amelyek most már nem csak a középületeket érintik, hanem a lakosságot is. A másik a fenntartható tömegközlekedés továbbfejlesztése, tehát ebben mellé tartozik az elektromos autóbusz program, azon kívül a közlekedés szervezés is, ami elsősorban a gépkocsi közlekedés, hát hogy mondjam, racionalizálását jelenti. Ide tartozik még a városi zöld területek kialakítása és a csapadékvíz hasznosítása, aminek egyik eszköze az esőkertek létesítése. Ezekkel a programokkal egy EU-s kezdeményezéshez kapcsolódik Pécs. Pécs fenntartható fejlődésének, illetve zöld politikájának egyik alapja az, hogy 2021-től kezdve elindult egy folyamat, hogy bekapcsoltuk a várost az Európai Unió Green Deal programjába, és ezen belül sikerült egy városklubba belépni, ami a 100 fenntartható várost jelenti, illetve a zéró kibocsátású városok klubja. Ez természetesen egyelőre egy formális dolog, de az a lényeg, hogy olyan városokról van szó, amelyek olyan projekteket dolgoznak ki, amelyek közvetlen támogatást kapnak az Európai Uniótól, közvetlen támogatást kapnak Brüsszeltől. Ez a program, illetve az elnyert támogatás szerepelt a bizottság előtt hétfőn. Pécs és Miskolc vesz részt ebben a kezdeményezésben. A két magyar város 1 millió eurót kapott közvetlenül a zöld elképzelései megvalósítására. Ebből a Baranyai Vármegye székhelynek 580 ezer jut. A keddi közgyűlésen döntenek majd a képviselők a pénz felhasználásáról, a szükséges szerződések aláírásáról.